Három azonnal intézkedés szükséges a migráns hullám megállításához, ezt mondja a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint az Európai Uniónak fel kell hagynia a jelenlegi politikájával. Az idén már 200 ezernél többen próbálták átlépni illegálisan a magyar határokat. Tavaly ugyanebben az időszakban, vagyis az év első 9 hónapjában 86.547, az egész évben pedig 121.956 határsértő tartóztattak fel. Bakondi György a vendégem, üdvözlöm, jó estét kívánok. Az iménti felvezetésben úgy fogalmaztunk, hogy három megoldási javaslat segítene a mostani migráns helyzeten. Konkrétan összefoglalva, ez most egy magyar javaslat, amelyet át kellene venni az Uniónak, vagy akár ezt tagországban úgy meg lehet oldani, hogy az a mi nehézségeinken enyhítsen, a többiek pedig vagy átveszik, vagy nem, de a mi helyzetünkön javítanak. Mivel az előző beszélgetésnél már elhangzott a migráció balkáni útvonal, talán annyit hozzáfűznék ehhez, hogy valamennyi Európába vezető útvonalon csúcsforgalom van. Elhangzottak azok az adatok, amelyek jellemzik ezt a csúcsforgalmat, 200 ezer fő fölött, és 2500 embercsempész ellen folyik büntetőeljárás. És hát Magyarország azért is még plusz nehéz helyzetben van, mert miközben a déli határán ez ellen a csak a 2015-ös csúcshoz hasonlítható helyzetben védekezik, ez időszak szerint közel 1 millió, vagy több mint 1 millió ember valóságos háborúból, vagy a háború elől menekülő ember lépett be magyar területre. Ez a kettősség, ez különösen kiélezi azt a helyzetet, amelyet egyébként konzekvensen képvisel a magyar kormány 2015 óta, hogy meg kell állítani az illegális ismeretlen identitásra, hiszen semmilyen személyazonosító igazolványa nincs. Szervezett bűnözés segítségével erőszakosan beáramló migrációt, és meg kell akadályozni az embercsempészést, az emberkereskedelmet. Ez a gondolattal egyre több tagállam ért egyet. Az Európai Unió migrációs politikájában nagy változás még nincs. Továbbra is a kvóták szerinti elosztás, az érkezők befogadásával kapcsolatos humanitárius, szociális kérdéseket. Ez a három dolog, amiről itt a felvezetőben szó volt, ez egy magyar javaslat, a magyar miniszterelnöknek a javaslata, és ez ott hangzott el, amikor itt Budapesten tárgyalt az osztrák kancellár, a szerb elnök a magyar miniszterelnökkel azért, hogy közös megoldást keressünk arra a rendkívüli nehéz helyzetre, amely a balkáni útvonalon, ezen belül is különösen Szerbiában, Magyarországon és Ausztriában tapasztalható negatívumok tömeges, arrogáns, erőszakos fellépésű migráns csoportok elleni fellépése szükséges. Ennek kapcsán a három javaslat úgy hangzott, hogy ki kell tolni a magyar, pontosabban az Európai Unió határától minél távolabb azt a védvonalat, amelyet közösen védelmezünk. Ez most is vannak ott magyar rendőrök, szerb és észak-macedón térségben, sőt, osztrák segítők is vannak ott. Itt nem erről van szó, hanem egy közös három ország közös erőfeszítésével egy komoly határozati rendszer kiépítése hangzott el a javaslatba. Ez ugye hát nyilván magas szintű politikai tárgyalás volt, a résztvevő első számú vezetők ezt támogatták, azt az elgondolást. A második elgondolásnak az volt a lényege, hogy ha sikerül megállítani a magyar határtól minél nagyobb távolságra az érkező illegális bevándorlást, akkor azokat, akik jogellenesen, jogalap nélkül tartózkodnak Európába, őket vissza kell szállítani abba az országban, ahol elindultak. És végül harmadszor, hogy olyan táborokat kell létrehozni az Európai Unión kívül, ez a hotspot elnevezésről van szó. Igen, azt régről még ismerjük. Ahol menekült kérelmet lehet benyújtani, és csak az aztán utazhat akkor már legálisan Európába, aki megkapja a politikai menedékjogot. Ez a három javaslat hangzott el, és a kérdésére is, hogy válaszoljak. Egyre több nemzetállam egyre hatékonyabban védekezik, és ez a három ország, ez jelen pillanatban például együttműködik a magyar-szerb határon, hiszen osztrák rendőri erők is vannak a határon, cseh rendőri erők is vannak,
osztrák, német, szlovák, magyar ellenőrzés van a Nyugat-Európába tartó vonatokon, tehát elindult ez az együttműködés, most egy új minőséget, egy új hatékonyságot biztosító elgondolásról van szó. Úgy fogalmazott az imént, hogy a migráns útvonalak csúcsjáraton vannak. Ez konkrétan mit jelent számokban kifejezve? Hát ugye, ha a balkáni útvonalból induljunk ki először, hiszen ez érint bennünket leginkább, ez azt jelenti, hogy Törökországban a legálisan, tehát regisztrált menekültek száma 3,7 millió. És az elmúlt időszakban három fontos dologat tett Törökország, egyrészt falat épített a szír határra, hogy a további illegális beáramlást megállítsa, másodszor falat épített az iráni határra, az Irán felől érkező tömegeket megpróbálja távol tartani, harmadrészt pedig több mint 500 ezer szír menekültet telepített vissza Szíriába, az ott általa felépített ingatlanokba, és nyújtott segítséget az életük újrakezdéséhez. Ezzel együtt közel kétszeres növekedés van a Törökországban elfogott határsértők számába. Görögöknél annyi a változás, hogy fal épült az Evrosz folyó partján, tehát a zöld határt igyekeznek egy jelentős részén nem kerítéssel, hanem fallal védeni. És igen, hatékonyan működnek azok a vízi ellenőrzések, amelyek megakadályozzák az illegális bevándorlóknak a szigetekre érkezését, ezért aztán a migránsok egy jelentős része hajókkal most már nem a görög szigetekre tart, hanem az orosz partokra. Ugyanez a növekedés tapasztalható Észak-Macedóniában. Ahol kiugró növekedés van, ez Szlovénia, közel kétszeres növekedés van, aminek az a magyarázata, hogy a baloldali kormány a választási győzelem után haladéktalan hozzákezdett az addig meglévő kerítés lebontásához, és nyilván ennek lesz egy terelő hatása. Hatalmas számokat említett, mi ebből mit érzünk meg? Mi azt érezzük pillanatnyilag, hogy naponta 700 és 1400 fő között van azoknak a illegális migránsoknak a száma, akiket elfogunk. Naponta jelentős számba fogunk el embercsempészeket is, és világosan látható, hogy azok az intézkedések, amit a kormányzat az elmúlt hónapokban tett a kerítés megerősítésével és a határvadász egységek létrehozásával, ezek rendkívül indokoltak, és meg ezzel a három ország magas szintű találkozójával, éppen tegnap nyilatkozott az osztrák kancellár, hogy nem ért egyet a migrációs politikájával az Európai Uniónak, ez egy nyilván egy lépés abban, hogy minél több nemzetállam mondja azt, hogy európai migrációs politikába is változtatni kell, vagyis világos üzeneteket kell küldeni az útbaindulás tervezőknek, hogy illegálisan, erőszakosan, jogellenesen, bűnözők segítségével nincs út az Európai Unióba, és világos üzeneteket kell küldeni abban is, hogy az embercsempészés a korábbi évekhez képest nem bocsánatos bűn, hanem súlyos, a szervezett bűnözés körébe tartozó bűncselekményfajta. Mit gondol, a közös gondolkodással ki lehet kerülni az uniós bürokráciát? Ugye az imént Dajs Tamással beszélgettem hasonlókról, de azért itt is úgy tűnik, hogy az unió lassabban működik, és egyre több tagállam a magyar álláspontot követné. Van egy ilyen tendencia, egyébként maga az Európai Unió szemléletében is van bizonyos változás azért a 2015-ös nagy menekült hullámhoz képest, és nyilvánvalóan, hogy azok a szankció miatti gazdasági, szociális ellátórendszert érintő súlyos válságjelenségek, amelyek jelenleg Európa szerte tapasztalatok, előbb-utóbb azt fogják mondatni, hogy hát az ott élőknek sincs állása, nem tudnak hol lakni, akkor most tömegeket befogadni egy ilyen helyzetben még nehezebb. Ennek együttes hatására van bizonyos változás, de azért a változások alapvetően a nemzetállamok hozzáállását és együttműködésük erősítését területén érezhető. Bakkondi György, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.